Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük rövid sporthíreinkkel. A budapesti kadett párbajtőr előválogatón a Tapolca Vívó Klub két ifjú tehetsége is a legjobb 8 között végzett. Az országos reménységek versenyén 43 női induló között Salamon Réka a 8., míg a fiúk megmérettetésén 70 indulóból Kauker Dominika harmadik helyen zárt. Felkészülésüket a tavaly elhunyt Horváth Nészalai Gyöngyivel kezdték, majd Skalla Ilonával és Gaulan Zsófiával folytatták. Az újvidéki Európa-bajnokságon a férfi párbajtőr csapat tagjaként a tapolcai Rédli András Bányai Zsomborral, Berta Dániel elítve, illetve Peterdi Andrással 18 indulóból a 7. helyen zárt. Rédli egyéniben a 47. helyen végzett. Szépen szerepelt Weber Zsolt a Tapolca VSE Brazil Jiu-Jitsu szakosztály, közismertebb nevükön a ZR Team Farkasok sportolója az Európa-bajnokságon. Zsolt június első hétvégén a lengyelországi Gliwicében lépett tatamira a 6 fős magyar keretben, ahol Európa és Izrael legjobbjaival küzdött meg. Nevaza System Mastersman plusz 85 kg kategóriában az 5. helyen zárt, felkészítője Molnár Gábor. További siker az egyesület életében, hogy Dajka Patrik, Németh Lajos, illetve Weber Zsolt a grappling magyar bajnokság döntőibe kvalifikálta magát. 9. helyen zárt Szánti Imre a Bulgáriában megrendezett Skander Európa bajnokságon. A tapolcai versenyzőnek kategóriájának jobbkezes megmérettetésén sikerült a kontinens legjobb 10 közé jutni a Szófiában június elején. Elmondta, profi szervezés, remek körülmények várták a versenyzőket, az igen erős mezőnyben is tisztességesen helytelt, végül a 9. helyen végzett. Imre a verseny után is keményen edz, hiszen októberben a törökországi világbajnokságon is megméreti magát. Németh Emília Anna hozta a formáját a 3. Szavária Kupa úszóversenyen. 6 versenyszámban rajtolt, mindegyikben érmet szerzett. A szombathelyi megmérettetésen a tapolcai lány 50 mell és 200 gyors versenyszámban aranyérmet, 200 vegyesen és 50 háton ezüstérmet, míg 100 hát és 50 gyors versenyszámban bronzérmet szerzett a keszthelyi kiscápák SS színeiben. Edzője Szántó Kata. A tapolcai Lovász Róbertet és Szollár Norbertet is kétszer szólították dobogóra a pécsi slalom verseny eredményhirdetésén. A Sofiane Slalom az MTBN Digistar kupáért második fordulójában Lovász Róbert kategóriájában az első, abszolútban a 3., míg Szollár Norbert kategóriájában szintén az első, abszolútban pedig a 2. helyen zárt. Az atlétika diákolimpia győri országos döntőjében a 4. helyet szerezte meg a tapolcai Bárdos Lajos általános iskola 4x100 méter fiúváltója. A szép eredmény 6 fiú nevéhez fűződik, mivel sérülés miatt kétszer is változtatni kellett a csapat összetételén. A csapat tagjai Tulok Levente, Molnár Áron, Lendvai Márk, Nagy Tamás Levente, Varga Csaba és Pavel Zoltán voltak. Felkészítő Kamondi Szilve és Hancman László. A Tapolca Városi Sport Egyesület kézilabda szakosztályának mind az 5 csapata befejezte a bajnokságot. A Magyar Kézilabda Szövetség megmérettetésein a Tóth László régióban versenytek a tapolcai sportolók. Az U9-es fiú csapat a kisiskolás bajnokságban Szivacs kézilabdában mérette meg magát. A gyermekbajnokságban az U11-es lányok szépen szerepeltek, győzelmet, döntetlent és vereséget egyaránt produkáltak. Mint arról már korábban beszámoltunk, a szezon legjobbjai Tapolcáról az U13-as lányok voltak, akik a gyermekbajnokság harmadosztályában, a régió B csoportjában végeztek a tabella legelőkelőbb helyén. A város és a szakosztály is köszöntötte őket győzelmük alkalmából. Érmet, meglepetés ajándékot vehettek át, kísérve Dobó Zoltán polgármester elismerő szavaival. A Veszprém megyei bajnokságban mérette meg magát a női, valamint a nemrég újra alakult férfi csapat is. Felkészítők Antal Lászlóné, Kapcsándi Zsolt és Neider Zsolt. A tapolcai Bárdos Lajos általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményének tanulóiból válogatott Telekom Veszprém Tapolca csapatai a Magyar Kézilabda Szövetség legkisebbeknek szervezett bajnokságaiban szerepeltek. A kisiskolás bajnokságban Szivacs kézilabdában az U7-es, valamint az U8-as fiúk játékprogramjában léptek pályára a legkisebbek. Felkészítőjük Somogyiné Szakonyi Judit. Szintén a kisiskolás bajnokságban mérette meg magát az U9-es, illetve az U10-es fiú csapat is, előbbiek Somogyi Andrea, utóbbiak pedig Velkiné Bisjánéva, valamint Velki Mihály irányítása alatt. A gyermekbajnokság B csoportjában az U12-es fiúk Somogyi Sándor vezetésével vették egész évben az akadályokat. 9. alkalommal rendezte meg a Teodóra Alapítvány a tolerancia jegyében a Káli-medence kerékpártúrát június első szombatján.
A Szentkirályi Kékúti Ásványvíz Kft. Támogatásával megvalósult túra célja az volt, hogy épp és sérült fiatalok együtt kerékpározzanak a festői szépségű Káli medencében. A program résztvevői közszerepeltek a cég dolgozói, környékbeli lakosok, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyzői és a Réphülöpi Általános Iskola is. Az elmúlt évhez hasonlóan a szervezők idén is gondoskodtak a túrázók ellátásáról, ugyanis több megálló várta őket az út során, ahol gyümölcsöket, frissítőket fogyaszthattak. A kerékpártúra rajtja június 2-án délelőtt 10:30-kor volt. Köszöntő és egy rövid balesetvédelmi oktatás előzte meg. A résztvevők a Kékút, Kővágős, Monoszló, Köveská, Szentbékála, Mindszentkála, Gyulakeszi, Tapolca, Kisapáti, Nemesgulács, Káptalantóti, Kékút útvonalat járták be. A program zárásaként a résztvevőket egy kiadós ebéddel várták a szervezők a Kékúti önkormányzat udvarán. Családi kerékpártúrával zárult június 8-án, pénteken az idei Tegyünk a Földünkért rendezvénysorozat. A Csermák József rendezvénycsarnok szervezésében megvalósuló programok idei fő témája a testmozgás, valamint a környezettudatos közlekedés népszerűsítése volt. Elérkeztünk a Tegyünk a Földünkért utolsó rendezvénysorozatunk utolsó programjához, a kerékpáros kiránduláshoz. Az elmúlt évekkel ellentétben nem csak Diszel, Tapolca, oda-vissza utat tesszük meg, hanem úgy gondoltuk, hogy más célcsoportot mozgatunk meg, a kicsit komolyabb kerékpározókat, így Haláb felé vesszük az irányt, Halápról Hegyest felé, és Hegyestről viszont ugyancsak, mint az elmúlt években Diszelnél fogunk megpihenni. Nagy segítségünkre lesz Benek Károly, aki a diszeli falu kemencéjénél fog minket megvendégelni, és ott fogunk finomabbnál finomabb szendvicseket és frissítőket elfogyasztani, és ezt követően fogunk visszajönni Tapolcára. Említetted, minden évben más és más a program. Hogyan történik ennek a kiválasztása az útvonalnak? Természetesen próbálunk törekedni arra, hogy ne az egyhangúság legyen a fő cél, hanem mindig, hogy újabbat és újabb utakat tegyünk meg. Ez alkalommal is nagy segítségemre volt Kassai Balázs. Ő az, aki megvalósítja az én elgondolásaimat. Mindenképpen számításba kell ilyenkor venni, hogy egy olyan úti célt válasszunk, ami akár tehát nem egy profi bringásnak is jó, és végig tudja tekerni, és természetesen, hogy megpihenni is tudjunk. Itt ugye fő célpont volt ugye az korábban említett diszeli kemence, úgyhogy diszelt mindenképpen szemításba szerettem volna venni, és akkor így, hogy nagyobb kört tegyünk, így ezért lett, hogy Zalahalap, Hegyest és Diszel. Milyen programokra számíthatunk a nyáron a Csermák József rendezvénycsarnoktól? A nyári programjaink egyelőre a nagy közönség számára szünetel, viszont a gyermekek számára nem, mert most indulnak be a táborok, amelyre már a Városi Moziban várjuk a jelentkezéseket. Harmadik alkalommal rendezte meg június 9-én szombaton a helyi Együtt a Kézilabdáért Alapítvány a Kézilabda Juniálist a Csermák József rendezvénycsarnokban. A küzdőtéren a kézilabdáé volt a főszerep, a parkolóban pedig kísérő programokkal színesítették a szervezők az egésznapos családi rendezvényt. A mai nap folyamán egésznapos kézilabdatornák lesznek, U13-as korosztály, felnőtt női csapatunk és a felnőtt férfi csapatunk lép pályára, az egerszegi KK felnőtt csapata ellen, és az Ősi Andreotti csapata ellen, akikkel a bajnokságban is szerepeltünk. Elsősorban a barátság ápolásáról szól, egyfajta záróbuli lesz az egész rendezvény, egy közös, hogy egy csapat, egy család. Dobó Zoltán polgármester megnyitó beszédében a sportbarátság ápolására, valamint egész életre kiható fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. Szeretném megköszönni a szakági vezetőknek, edzőknek, sportpedagógusoknak, hogy elhozták a gyerkőcöket, és természetesen titeket is köszöntelek. Remélem, hogy a mai nap, úgy, ahogy alelnök úr mondta, nem feltétlenül csak a sportról szól, hanem egy kicsit a barátkozásról is. Érezzetek jól magatokat itt, beszélgessetek nagyokat, szerezzetek barátokat, és ez a barátság, ez ne csak személyes barátság legyen, hanem sportbarátság is, ami bízom benne, hogy egy egész életen át majd végig kíséri a ti életeteket, hiszen aki elkezd kötődni gyerekkorában a sporthoz, azt majd meglátjátok később, mikor felnőttek lesztek, hogy olyan sok mindent hoz, és olyan sok mindent jelent, amit most még meg sem tudtok érteni. De aki a sportban elér valamit, és megérte, hogy miről szól a sport, az majd később a munkájában teljesen mindegy, hogy majd vízgázfűtésszerelő lesz, vagy szívsebész, a munkájában mindenképpen hozni fog, és a családi összetartást is nagyban fogja növelni. Zumbával hangolódtak a játékosok pályára lépés előtt.
A Tapolca VSA az Egerszegi KK, valamint az Ősi Andreotti SA csapatait látta vendégül, akikkel a bajnokságban is együtt szerepeltek. Női U13-as, felnőtt, valamint férfi csapatok összecsapásain drukkolhatott a közönség. Nagy sikert aratott a helyi szülői és szurkolói együttesek mérkőzése. A helyi utánpótlás csapat lányai rövid műsorral készültek, akiket a bajnokságban aratott győzelmük alkalmával a rendezvényen leptek meg és köszöntöttek. Rövid sport és kulturális blokkokkal kedveskedtek a szervezők. A Kangoo Jams, a World Jumping és Fit Fight bemutatók sok érdeklődőt vonzottak, valamint a tapolcai musical színpad előadásai színesítette a programot. A parkolóban a kézműves kirakodóvásárban nézelődhettek az érdeklődők, illetve a tapolcai modellezők baráti köre segítségével betekintést nyerhettek a sportág rejtelmeibe. A véradáson 25 résztvevőt szemléltek. Helyi támogatók jóvoltából értékes tombola nyeremények találtak gazdára. A nap végén az utcabánon lazíthattak az érdeklődők. Méltó lezárása volt a nyárköszöntő kézilabda fesztivál a szezonnak. A tapolcai Öregfiúk FC lejátszotta utolsó tavaszi mérkőzéseit is. A szezont a tabella 4. helyén zárták. Az MTD Hungária megyei harmadosztály déli csoportjában a helyi Öregfiúk 14 csapattal versenytek. 28 mérkőzést játszottak le, ebből 17. győzelemmel, 5-5 döntetlennel, 6-ot pedig vereséggel zártak. 111 gólt lőttek, 47-et kaptak. A csapatból Nagy László bizonyult a legeredményesebb gólszerzőnek, 22 hálóba juttatott labdával. Az összesített góllövő lista 7. helyén zárt. Azt szeretném elmondani, hogy ez a csapat a Tapolcai Öregfiúk néven 23 éve van együtt. 21 éve szerepelünk a megyei bajnokságban, ebből 14 alkalommal dobogon végeztünk, a többi alkalommal is a dobogok közelbe. A bajnokság elején a 6.-8. helyet tűztük ki célul, mert azért itt erősebb csapatok vannak, mint a korábbi bajnokságban. Balaton és Monostorapáti Balaton akarja, azok nagyon jó csapatok, meg sok fiatal játékos van köztük, de a miénk is helyt állnak szépen, és hát ennek eredménye az, hogy a 4. helyen tudunk állni. Őszhöz képest nem történt változás, legfeljebb annyi, hogy páron megsérültek, illetve abba hagyták. Nyáron igazoltunk két játékost, a Horváth Norbit meg a Illés Petit. Hát sajnos a Norbi az megsérült, szinte egy fél évet ki kellett neki hagyni. A Peti ez pedig játszik és hasznára válik a csapatunknak. Hát a csapat hangulata az jó, ugye mi nem csak egy csapat vagyunk, hanem egy nagy család is, mert nem csak a fociról szól nálunk a történet, hanem arról is, hogy családi eseményeket tartunk közösen, születésnapot, névnapot együtt ünnepelünk, együtt szilveszterezünk, disznót vágunk együtt, együtt megyünk nyaralni, és emellett természetesen ugye a főcsapás irány az a futball, de úgy érzem, hogy nagyon jól együtt van a társaság, és szeretnek együtt lenni. Mik a tervek a következő majd őszi szezonig nyárra? Hát nyáron esetleg egy vagy két játékos jelentkezett, akiket leigazolhatunk. Hát ezt meg szoktuk beszélni a csapattal, hogy kiket igazolunk le, és honnan jönnek ezek a játékosok. És hát hasonlóképpen elindulunk a bajnokságba, és ilyen szinten szeretnénk szerepelni. A Diszeli SL labdarúgói befejezték szereplésüket a bajnokságban. Az MTD Hungária megyei harmadosztály déli csoportjában a Tapolca Diszeli együttes 28 meccsen mérte össze erejét ellenfeleivel. Ugyanennyi gólt szereztek, ebből a legtöbbet, azaz 11-et Gyenge Roland vitt be az ellenfél kapujába. Az összesített góllövő listán a 3. helyen zárt. A csapat a tabella 15. helyén végzett. Az MTD Hungária megyei női felnőtt bajnokságában befejezték szereplésüket a TVSE Honvéd lányai. A tabella 7. helyén zártak. A legeredményesebbnek Vatai Cintia bizonyult, aki a góllövő listán 15-ként végzett. Túl vagytok a bajnokság utolsó mérkőzésén. Hogy sikerült ez a szezon? Az őszt azt nagyon elrontottuk. Tavasszal egy 17-ös keret álltunk neki, de ez se sikerült úgy, ahogy terveztük. Akarás, akarat, hozzáállás az pozitív, de egyszerűen nem jönnek az eredmények. Igazából a támadó játékunkban a legnagyobb hiba, illetve sok gólt rúgatunk az ellenfél, amit elkerülhető lenne. Valamint a 17 főből elég sok sérült lett a végére. Most is ugye az utolsó meccsen 10 álltunk ide, ebből is 3 sérülten játszik, úgyhogy elfogytunk így a végére. Híresek vagytok arról, hogy azért az akarat, a kitartás és a jókert mindig megmarad. Hogy érezték magukat a lányok? Szerintem jó hangulatú edzések voltak. Meccs után egyértelmű, hogy nem vagyunk boldogok, hisz kevés gólt rúgtunk, pontot sem nagyon szereztünk, most tavasz is csak egyet, vagy elnézést 3-at. Hát a hangulat, a hozzáállás, mint az előbb említettem, azzal nincs probléma.
csak egyszerűen valamire nem jönnek az eredmények, valami hiányzik a játékunkból, pedig a lányok tényleg oda teszik magukat. Következő őszi kezdésig mit terveztek nyáron? Hát nyár az, majd most az elkövetkezendő egy hónap fogok kiderülni, hogy meg leszünk annyian, meg itt a megyében is lesznek változások, mert mennek csapatok NB2-be, hogy milyen jelleggel fog indulni a bajnokság, illetve a megfelelő létszám lesz hozzá, akkor a tervünk egyelőre most jelenleg az, hogy mindenképp indulni szeretnénk. Említetted a csapat összetételt, milyen változások voltak akár őszhöz képest, vagy az előző bajnoksághoz képest? Hát általában mindig van mozgás, nyáron is, télen is, egy-két ember elmegy, most télen valaki abba hagyta, valakit elvitt az NB2-es Füred, illetve egy-két új játékos jött, de hát akik jöttek, jött rutinos játékos, illetve a másik fel az fiatal, de hát ez a 14 éves korosztály, mégis két 14 éves, meg egy 16 éves. 16 évestől már azért jobban lehet játszatni, a 14 évesek nyomják az edzéseket, aztán mi meglátjuk. Eseménydús szezon tudhat maga mögött a Tiac vérse. A bajnokságban több csapattal is szépen szerepeltek, több együttesük zárta a tabella legjobbjai között. Az U7, U9, U11, U14, U16, U19 és felnőtt csapatok is kitettek magukért. A Tiac vérse nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás kinevelésére. Egészen kisgyermekkortól kezdve foglalkoznak az ifjú labdarúgókkal. Az U7, U9, U11 korosztállyal is sikeres évet zártak. A játékkal, az alapokkal történő ismerkedés szépen haladt. A bozsik tornákon, fesztiválokon, teremtornákon ismerkedtek meg a legkisebbek a versengés hangulatával. Felkészítőik Hanszman László, Hecsei Pál és Orbán Kálmán. Az MTD Hungária megyei nyugati csoportjában a Tiac vérse U14-es csapata megnyerte a bajnokságot. 14 győztes, egy döntetlen és egy vesztes mérkőzést tudhatnak maguk mögött. Az összesített góllövő lista élén Lendvai Márk, míg harmadik helyén Horváth Lionel zárt. Edzőjük Blaskovics Gábor munkáját Kis János segítette. Az MTD Hungária megyei U16 nyugati csoportban a Tiacos fiúk a tabella harmadik helyén végeztek. 9 győzelmet, 1 döntetlent és 4 vereséget produkáltak. Az összesített góllövő listán a legeredményesebb tapolcai Lendmai Márk a 6. helyen szerepel. Edzőjük Blaskovics Gábor. Az MTD Hungária megyei másodosztályban befejezte a bajnokságot a Tiac vérse U19-es és felnőtt csapata is. A fiatalabb együttes a 14 csapatos bajnokságban a 6. helyen végzett. A góllövő lista legjobb 10 között két tapolcai szerepel, Ladányi Bendegúz az 5., míg Deák Szabolcs a 7. helyet érdemelte ki. A felnőtt csapata tabella 5. helyen zárt, a góllövő listán Péter Bence a 6., míg Dobján Adrián a 10. Edző Dobján Krisztián munkáját Kutasi Imre segítette. A tapolcai Havasi Gábor, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség bocsa szakák vezetőinek irányításával egyéniben 7, párosban 4 érmet hoztak haza a magyar indulók a május 18-a és 22-a között Luxemburgban megrendezett Speciál Olimpis Bocsa Európa Bajnokságról. Külön öröm, hogy a versenyzők közül hárman a közelből a Veszprém megyei fogyatékos személyek pszichiátriai és szenvedélybetegek integrált intézmények 9-es számú telephelyéről, azaz a Darvastói Foglalkoztató Intézetből került ki, és hoztak haza jó pár érmet. Különösen nagy megtiszteltetés a 2018-as esztendőben dobogóra állni, hiszen fennállásának jubileumi 50. évét ünnepli a Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség. Gábor és a versenyzők osztják meg velünk élményeiket a Belvuxban megrendezett Európa-bajnokságról. Köszöntelek benneteket a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mai témánk a bocsa és az Európa-bajnokságon nemrég elért remek eredményeitek. Kezdjük a legelején, Gábor, kérlek néhány gondolatba foglald össze nekünk a bocsa sajátosságait. Ez egy Olaszországból származó sportág, és egy közkedvelt sportágnak lehet mondani. A világban rengeteg helyen nagyon profi szinten űzik, és hát büszkén mondhatom el azt, hogy a magyarországi bocsa válogatott az Európa-bajnokságon nagyon szép eredményeket ért el. Ez azt is vetíti előre, hogy talán a jövő évi olimpián is ugyanilyen sikerrel fogunk majd szerepelni, hiszen a magyarországi bocsások 2014 óta vezetem én a bocsaszakágat, megtriplázottak a létszámukat tekintve. 2014-ben 98 fő volt az, aki országos szinten versenyzett, most már hamarosan el fogja érni a 300 főt, úgyhogy egy nagyon dinamikusan fejlődő sportágról van szó. Amit talán még mindenféleképpen érdemes róla tudni és elmondani, hogy olyan lehetőségeket ad azoknak az embereknek, akik egyébként már
talán más sportágban nem tudnak olyan szinten teljesíteni, ami az tőlük elvárható, akár maguk részéről is, vagy éppen a versenyeredmények tekintetében. Tehát akár a labdarúgásból, például Zsolti tekintetében kiöregedett, vagy éppen sérülés kapcsán kényszerszünetre ítéltetett játékosok, sportolók azok, akik nagy számban vesznek részt ebben a sportágban. Emellett természetesen vannak olyanok is, mint például Ági, aki hát már több mint 8 éve emellett a sportág mellett tette le a voksát, és ő viszont előtte nem sportolt semmi mást, viszont ennek a sportágnak köszönhetően rengeteg olyan dolgot nyert, akár magánéletet tekintve is, de hát majd ezt ő nyilván elmondja. Athénban például 2011-ben az olimpia előtt ő leszokott a dohányzásról a sportág miatt, úgyhogy ez egy, azt gondolom, hogy mindenféleképpen az ő előnyére, és a sportágnak viszont ugyancsak az előnyére váló tett és cselekedet volt. Még pár gondolatot most az Európa-bajnokságról mondjál nekünk. Május 18-22-ig rendezték Luxemburgba az Európa-bajnokságot, Belvaux városában, ahol 14 ország versenyzett. Itt egyéniben, illetve párosban indulhattak a sportolók, és Magyarországot 8 játékos képviselte. Ez az ország egészét lefette, tehát előtte egy válogató verseny volt, illetve az elmúlt 4 évnek a teljesítményét figyelembe véve kerültek ki a válogatott tagjai Darvastóról, aki talán itt a tévénézők is tudják, hogy a Sümeghez közel lévő intézmény, foglalkoztató intézet. Darvastóról 3 sportoló vett részt a versenyen, illetve rajtuk kívül még 5 másik intézetből származó fogyatékkal élő versenyző volt az, aki képviselte hazánkat. Magyarszerdahelyről, Zsiráról és Szigetvárról voltak versenyzők. Az eredmények szépen alakultak. Mondhatom azt, ugye illetve a speciális olimpiának egy nagyon fontos és sajátos jellemzője az, hogy divíziókba osztja a versenyzőket. A divízió elméletet talán, hogyha nagyon röviden és érhető módon szeretném elmondani, akkor azt úgy tudnám összefoglalni, hogy azonos képességű játékosok szerepelnek egy-egy divízióban. Nyilván itt is megvan az, hogy erősebb csoport, gyengébb képességű csoportok vannak, divíziók vannak. Hát Ágiéknak így párosban sikerült a legerősebb divíziót megnyerni, abban Európa-bajnoknak lenni, aranyérmet hoztak haza, illetve egyéniben is a Zsolt második divízióban lett első helyezett. Áginak első divízióban 4. helyezést sikerült elérnie, ami egy nagyon szép eredmény egyébként abból a szempontból is, mert hogy ott egy ilyen, hát lehet azt mondani, hogy házi mérkőzés volt, mert a döntőt pont a zsirai hölgyel, Gyöngyösi Erzsébettel játszotta aztán, ahol egyébként Gyöngyösi Erzsi nyert, és ezáltal ő nyerte meg az első divízióban az aranyérmet. A többiek eredménye is nagyon szép. A Pál András, aki ugyancsak darvastói, ő a 3. divízióban nyert aranyérmet, és akkor most, hogyha megengeded, akkor puskázok csak azért, hogy a többiek is pontosan szerepeljenek. Hordós Erika, aki Zsiráról érkezett, ő a 11-es divízióban, ez egy gyengébb divízió, a szám is mutatja, hogy ott bronzérmet szerzett. Taskovics Ferenc, aki Szigetvárról érkezett, ő 12-es divízióban szerzett ezüstérmet. Bence József, aki magyar-szerdahelyi versenyző, pedig a 13-as divízióban nyert aranyérmet. Úgyhogy nagyon szép és tartalmas versenyen vagyunk túl. Amit még mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy az eurázsiai és európai szakág vezetője, Mark, aki a speciális olimpiát képviseltő, egy belga úriember, és ő, hát az összes világversenyen, nemzetközi versenyen ott van, mint bíró, vagy egyáltalán mint az egésznek a felügyelője, és ő kiemelte a magyar játékosoknak a sportszerűségét és a technikai kivitelezését, ami egy külön, azt gondolom, hogy egy külön elismerés számunkra. Beszéljünk akkor most az élményekről. Ti hogyan éltétek meg az utazást és az ott kint eltöltött időt? Ági, akkor kérlek, hozd meg velünk az élményeidet. Nagyon jól éreztük magunkat Luxemburgba. Milyen érzés volt dobogóra állni Zsolttal csapatban? Nagyon jó érzés volt. Zsolt, te hogyan élted meg az ott kint eltöltött időt? Hát nekem nagyon jó volt a repülés, azt nagyon élveztem. És amikor kiértünk Luxemburgba, elindultak a versenyek, és amikor megtudtam, hogy első helyezett leszek, akkor nagy öröm jött ki a
szememből is, de ugye azért nem semmi, hogy egy csapat közül egy magyarok is felléphetnek egy ilyen dobogóra. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, meg ezt az élményt nem tudják, mit tőlünk elvenni. Ja. Kirándulni volt esetleg idő egy kicsit város nézni? Igen, nagyon sokat sétálgattunk, szinte majdnem minden nap, amikor voltak szünetek, és nagyon szép helyeken voltunk. Csodálatos volt egyszerűen minden. Vissza tudtok emlékezni, mert ugye Gábor említette, hogy mikor ismerkedtetek meg a bocsával, és hogy miért kezdtetek el ezzel sportolni? Hát én ugye eleintesnek sokat pingpongoztam, és fotiztam is, de ugye, hogy mondta Gábor, hogy megöregettem egy picit, már nem oda való vagyok, megláttam ezt a sportágat, a bocsát, és valahogy megtetszett nekem, és én azóta is csak azt tűzöm. Én szeretek játszani, nagyon élvezem ezt a sportágat egyszerűen. Ági, te mikor kezdtél el bocsázni? Én 2011-ben, amikor kikerültem Athénba, és utána meg 2015-ben, ott meg Los Angelesben voltunk, ott meg harmadik helyezette. Ezek nagyon-nagyon szép eredmények. Lettünk a erős divízióba. Vannak még tervek akkor ebbe a sportágba nektek? Van, még továbbra is folytatjuk. Bízunk benne. A remény sose szabad feladni. Folytatni kell, edzeni, küzdeni, és csak így lehet eredményeket elérni. Nap mint nap kijárunk edzésre. Gábor, kérdezni is szerettem volna, hogy hogy zajlanak a hétköznapokban a felkészülések és egy ilyen komolyabb megmérettetésre? Ahogy elmondta, ők önerőből, illetve lehet azt mondani, hogy saját maguk hasznára napi szinten kiállnak a pályára edzeni, ennek hál' Istennek Darvaston elég jó körülményei vannak. Azzal ellentétben, hogy egyébként maga a versenysportág az teremben zajlik Szőnyegen, Darvaston salakos megoldás az, ahol ők gyakorolni tudnak napi szinten. Emellett természetesen, amikor én dolgozom Darvaston, hiszen nekem ez főállásom 10 éve, én ott fejlesztő pedagógusként dolgozom, amikor én dolgozom, akkor vezényelt edzéseket tartunk, és akkor azokon fejlesztjük azokat a technikai megoldásokat, taktikai húzásokat, amiket aztán utána majd a versenyeken tudnak kamatoztatni. Egy-egy ilyen nagyobb versenyt edzőtábor előz meg, aminek most jellemzően általában Budapest a központja, hiszen Budapesten van Magyarországon talán az egyetlen olyan bocsapálya, ami fedett, és ami a versenysportágnak megfelelő versenypálya. Úgyhogy olyankor egy 3-4 napra szoktunk Budapestre utazni, és akkor ott ezt a pályán köszönhetően a bocsaszakágnak, amit ezúton is köszönök nekik, térítésmentesen tudunk használni, és akkor azon tudjuk gyakorolni ezt a sportágat. Mik a közeljövő és a távoli jövő tervei? Mire készültök most? Örülök annak, hogy a Zsolti, illetve az Ági is egyetértésben azt mondták, hogy ők ezt a sportágat szeretik, és ezt nem akarják feladni, illetve tovább szeretnék vinni, hiszen most márciusban lesz Abu Dhabiban a speciális nyári világjátékok rendezvény, március 8-ától 21-ig. És hát erre bizony megvoltak a válogató versenyek, megvolt ugyanúgy, csak az elmúlt 4 év eredményeit figyelembe véve került ki az a 2 ember, aki utazhat Abu Dhabiba, és hát most ez a 2 ember nem közülük került ki, és ez egy számukra is azt gondolom, hogy egy olyan érzés, vagy egy olyan dolog, csalódottság, hogyha lehet ilyet mondani, ami örülök neki, hogy ez hasznukra válik, és ez ugyanúgy viszi őket előre, és majd megmutatják, hogy 4 év múlva majd a következő olimpiára kijutnak, hiszen 2 akkor abban a válogató versenyen pillanatnyilag jobb teljesítményt mutató versenyző fog utazni Abu Dhabiba. Rácz József pusztataskonyi versenyző, illetve Szőlősi Gyöngyi, aki ugyancsak darvastói sportoló, mellékesen Zsoltnak a párja élettársa, úgyhogy családon belül maradt, hogyha lehet így mondani, képviseltetik magukat a világversenyen. De hát ez a következő nagy nemzetközi megmérettetés. Hát aztán a kisebb méretűek azok most például éppen szombaton, holnap után fogunk utazni Zsirára, ahol lesz egy regionális csapatverseny, ott Darvastót 8 ember fogja képviselni. Úgyhogy vannak tervek, hát éves szinten van nekünk a bocsasportában 5 versenyünk,
ebből egy országos, az a budapesti központot, a másik négy az regionális, de Istennek, mint az elején is mondtam, növekvő a létszám, úgyhogy van merítési lehetőség is, tehát van hál' Istennek sportolói anyag, akiknek a teljesítménye folyamatosan fejlődik egyébként, és hát ezt mutatják az eredmények is, úgyhogy ez a jövőnek a zenéje. Hát Abu Dhabival kapcsolatban meg rengeteg regisztrációs, már elindultak, regisztrációs dolgok vannak, edzőtábor lesz novemberben, aztán előtte lesz egy kisebb verseny még, ami ugyancsak egy ilyen felkészítőre hangoló, hiszen azért ott az március eleje, és mint említettem, nálunk ugye szabadtéri felkészülési lehetőségek vannak többnyire, és azért ilyen formán az időjárás merőben befolyásolja azt, hogy mikor tudunk nekiállni a felkészülésnek, ott aztán milyen munkát tudunk folytatni. Szóval ez a március időpont, hát azért hozták erre, mert azt mondták, akkor csak 40 fok van, úgyhogy ilyenkor kellemesebb az idő ottkint. Mi ezt elfogadjuk, nyilván hát megpróbálunk arra az időszakra a legjobb teljesítménybe kerülni, és a legjobb formánkat adni ott is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és további sok sikert kívánunk a sportágban. Köszönjük szépen. Magazinműsorunk végén kérem, hallgassák meg sportprogramajánlónkat. Úszás oktatása Tapolcai strandon óvodás és 7-12 éves gyermekek részére. A két hetes, kétszer öt napos oktatás során a gyermekek kulturált környezetben, szabadtéri medencében szakmai segítség és felügyelet mellett játékos foglalkozások keretei között sajátíthatják el azt az úszástudást, amely egész életüket végig kíséri. Időpontok. Július 2-től 13-áig 7-12 évesek részére, július 16-től 27-ig óvodások részére, július 30-től augusztus 10-ig 7-12 évesek részére. Első oktatási idő 7:30-tól 8:15-ig, második oktatási idő 8:15-től 9 óráig. Érkezés a kezdés előtt 15 perccel. Az úszás oktatás díja 11.000 forint per fő per két hét, azaz 10 alkalom. A jelentkezési lap megtalálható a Tapolca Kft. Oldalon és a Városi Moziban. Jelentkezési határidő az oktatás első napját megelőző hét csütörtök 16 óra. A jelentkezési lap leadása és az oktatás díjának befizetése a Városi Moziban. További információk a tapolcakft.hu, valamint a facebook.com/tapolcakft felületeken, illetve a 30-as 565 11 30-as telefonszámon. A tábor szervezője a Tapolca Kft. Sportszervezés. 8. alkalommal szervezik meg a Tapolca félmaratont június 30-án, szombaton 16 órai kezdettel. 5-10 kilométeres vagy félmaratoni távot választhatnak az érdeklődők egyénében vagy csapatban. Számos újítás, többek között teljesen új pálya várja a futókat. Részletek a tapolcafélmaraton.hu honlapon, illetve a facebook.com/tapolcafélmaraton közösségi oldalon. Augusztus 16-ától 20-áig szervezik meg Tapolcára a Hungária Kupa tájfutóversenyt. Részletek a www.hungariakupa.tájfutás.hu honlapon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sportmagazinnal legközelebb két hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!